A munkálatok tavasszal folytatódnak majd. Az év végén pedig közgyűléseket tartottak vezető cégeink, így a Chemobil és a Tatai Cserépipari Részvénytársaság is. Pályázatot írtak ki a leköszönő jegyző dr. Papp Kálmán munkakörére, 25 éves fennállását ünnepelte a csillagvizsgáló, és ajándékot osztottak a rászorultak részére karácsony alkalmából. És közben véget ért az év, és már az új évből is eltelt 4 nap. De hogy milyen lesz a következő, illetve a mostani évünk? Hát véletlenül ugyanolyan, mint a tavalyi. Sok-sok örömmel, bánattal, boldogsággal teli, és sok-sok szerelemmel, csalódással teli, néha betegséggel, néha egészséggel. És hogy miben reménykedhetünk, hisz a remény hal meg utoljára, nos nem más, mint az, hogy talán az arányok mások lesznek 1999-ben, mint 1998-ban voltak. Magyarul több boldogság, több öröm, egészség jut majd. És hogyha e folyamatban valamennyire tudunk mi segíteni önöknek, Tatai Televízió, akkor már mi sem dolgoztunk hiába. De hogy milyen lesz a következő évünk, illetve milyen nem lesz? Önök nem fognak látni pornófilmeket, nem fognak látni akciófilmeket, nem fognak látni balesetben megcsonkult testeket, bravúros operatőri felvételeket, és nem fogunk senkinek a magánéletébe vájkálni. Viszont kínálunk sok-sok tatai információt, városunk múltjáról, jelenéről és jövőjéről. Szeretnénk, hogyha hétfőn esténként bennünket választanának Tatai Televíziót. Befejezésül a stáblista előtt egy zenés kisfilmet ajánlok figyelmükbe, amely Tatáról szól, és talán erősíti a képek látványa azt az érzést, amit gondolom egyre többen élnek át, hogy jó itt élni, jó tatainak lenni. Thank you.
Jó estét kívánok! Az új év első sportadásában köszönthetem Önöket a Tatai Televízióban. Ma este a szilveszteri futásról láthatnak egy tudósítást, aztán a koktélkupáról egy képes beszámolót, majd pedig, mint ahogy ígértük már, 1998 első fél évi, nem is első fél évi, 1998 sportjának összefoglalójának első részét láthatják. Hosszú évek, évtizedek óta létezik Tatán a szilveszteri futóverseny. Egy pár évvel ezelőtt úgy tűnt, hogy elmúlik, szép csendben kimúlik, aztán a Vasért Lénárd tím felvállalta. Idén megint változott a rendezők köre, de a futóverseny maradt. Az idejében 4 rendezője is akadt a hagyományos szilveszteri futóversenynek, hiszen a Tatai Polgármesteri Hivatal mellett itt volt a Sprint, a TAC és a Felnőtt Utazók Klubja is. Szerettük volna, hogy a hagyomány ne szakadjon meg, szívesen segítünk ezen a futóversenyen. Reméljük sok jelmezes lesz, és jó hangulatú verseny lesz. Már most el lehet mondani, hogy Pestről és távolabbi helyekről is jöttek futók. Tehát nem az a lényeg, hogy most itt ki mit kap, hanem hogy a futók együtt vannak és jól érzik magukat. Ráadásul ez nem is a kimondottan a szoros értelemben vett verseny. Hát egyáltalán nem verseny, bár külön kihangsúlyozom, hogy a Nemzetközi Sprintkupában, mivel ez megyei rendezvény, nyilván, hogy helye van, de
majdnem, hogy csak mindenki ugyanazt a pontot fogja kapni. Tehát nem az a leglényegesebb, hogy ki hogy fut, hanem hogy jól érezzük magunkat. Az a társaság, akikkel egész évben versenyekre járunk, utazunk, versenyeken részt veszünk, itt vannak, és elbeszélgetünk, és remélem, hogy ma is egy nagyszerű verseny lesz. Mi Budapestre jöttünk le a barátommal, a BKV Szabad Idősport képviseletén, mondhatom így, mint hát társklub. Mit tud a mi versenyünkről? Hát igazából Komáromban hallottam róla, hogy lesz az a szilveszteri futás, és hát ennek nyomán jöttünk ide most el. Ez nálunk Szabad Idősport szinten megy, az egész futás, és nagyon barátságos az egész hangulata, ami ezt jellemzi. A versenytávja? A versenytávja az itt 7 km lesz, ez a szokásos, ahogy hallottuk, és ezt akarjuk teljesíteni, és ennek nem megyek semmi akadályát. Nem sajnálták az időt Budapestről elkutyagolni, vonatolni ide Tatárra? Hát a futás nem is van, nem az, az időt nem sajnáljuk, amikor tehetjük, mindig részt veszünk rajta. És különösképpen a sprint versenyein, ezt mondhatom elfogultságni, hogy nagyon szívesen veszünk részt. És akkor ráadásul még Tata? Hát igen, ez meg a másik, a Tóvás, ez különösen szép, és kedves a szívünknek, hogy tehetünk. Ennek ellenére nem sok ideje volt Schüller Robertnek és a többi futónak sem Tóváros szépségeiben gyönyörködnie, hiszen ugyancsak megindult a mezőny. A szikrázó napsütésben helyenként csúszós, jeges pálya fogadta az indulókat. A tómederben korcsolyázók viszont kifejezetten örültek a jégnek. A 7200 méteres tókört leggyorsabban Kovács András tette meg. Mennyit vett ki belőled ez a mai nem teljesen komoly verseny? Hát úgy érzem, hogy nem olyan nagyon sokat. Az elején, mintha a középmezőnyben haladtál volna. Igen, kicsit késő érkeztem, úgyhogy azért kellett egy kicsit visszafognom magam, hogy bemelegedjek. Itt a háttérben kollégád Szurcsik Pista azt mondja, hogy a Kovács megint. Hogy van ez? Állandóan nyered a versenyeket. Igen, hát fönt a gimiben látja, hogy elég sokat futok, és azért ragadós a jó példa, úgyhogy már ő is eljött erre a szilveszteri futásra. Hát reméljük, hogy jövőre fordítva lesz. A tájékoztató jelleg, azért tudjuk az idődet. 25 és fél perc. Hol van ennek a helye a te munkásságodban? Hát azt hiszem, hogy sehol, mert 22 fél az egyéni csúcsom, tehát 3 perc, de ahhoz képest, hogy ilyen hideg van, azért ez nem rossz. 40,17-et futottam, egy nagyon erős iramot mentem, úgy érzem. A hétfői, illetve a keddi sport meglátszott a lábamba. Aktívan sportolok mindig, és nagyon jól esett ez a futás ma. Jövőre is eljövök. Csak a pezsgőt hiányolom. Erre szokták mondani, hogy a tavat még ápolják. A tavat még ápolják. Gondoltam egy időben, hogy keresztbe jövök. De aztán féltem a lékektől, meg a farkasoktól. Hol lesz a szilveszter? A szilveszter a sportcsarnokban lesz, a Tatabányi sportcsarnokban, egy nagy baráti társaságban. Remélem, jól fogjuk érezni magunkat. Én mindent meg fogok tenni ezért. Legalább úgy, mint így. Így is van. Köszönöm szépen. A nőknél elsőnek a Várpalotáról jött Kézsmárki Andrea érkezett be. Nagyon hangulatos volt ez a verseny, ismét itt lehettem Tatán, ennek nagyon tetszik. Szóval meg az, hogy egyáltalán most tudtam futni ennyi betegség után, ami engem is megviselt. Elég hamar bejöttél. Hamar beértem a célba? Hát nem tudom, talán jobbat is futhattam volna, de hát még mindig rajtam van egy pár kiló, úgyhogy nem vagyok egy kimondott jó sprintfutó. A környékbeliek nem nagyon ismernek, azért a futók között van rangod, azt hiszem Bakony Sárkányban nyertél, nem még igen, itt? Igen, az tavaly volt. Az idén sajnos nem tudtam elmenni, pont ebből kifolyólag, hogy betegségből adódóan felszedtem 10 kilót. És itt Tatán jártál már versenyen? Hát persze, a Tatai Mini Maraton visszatérő versenyző vagyok. Várpalota nem a szomszédban van. Hát nem, de hát végül is egy jó futás érdekében, mint az ember bárhova elutazik. Ötvös Feri bácsi éppen, hogy beérkezett, nem nagyon vagy elfáradva. Nem, ezt olyan szép nyugodtan mentik. Ez már levezető volt az egész évinek. Hát mi volt ebbe az évben? Hát ebbe az évben voltunk Ausztriával, kupaversenyen, úgyhogy megnyertem a kupaversenyt, minden számát, és az összetettet is megnyertem. Ma mivel ünneped az új évet? Hát szilveszter van ma. Hát a feleségem, mert így van, beteg lesz a feleség, aztán nem menjünk sehova se. Neki jobbulást kívánunk, és mi lesz a poharadban? Poharamban? Hát talán lesz egy kis fröccs.
Biztos vagyok benne, hogy akadt egy kis Fröccs Feri bácsinak. Egyébként a némi adalék, hogy elmúlt 70 éves Ötvös Feri bácsi, és a világ egyik legjobb korosztályos futója. Még mindig futás, úgy látszik, hogy az év végén csak futóversenyek és teremfoci tornák voltak. Új futás Komáromban, és már megszokható Kovács András szerezte meg az abszolút első helyet. Második az abszolútban Emmer Attila, ezen kívül Hidesi Csaba és Bakonyi Fruzsina is szerzett kategóriájában egy-egy második helyet. És amiért mondtam, hogy tele van a világ futóversenyekkel, 1998. 12. hó 20-án Győrött is egy karácsonyi rohanás nevű utcai futóversenyt rendeztek. Az 5,3 kilométeren az abszolút győzelmet Emmer Attila szerezte meg Tatáról. Még két megalódusza sportember, Szigeti György és Bihaker Viktor is részt vett. Első a kategóriában a második helyet szerezte meg, Bihaker Viktor pedig a negyediket. A 10,5 kilométeres távon Kovács András tanár úr ezúttal úgy tűnik legyőzőre talált, hiszen csak az abszolút második helyet szerezte meg, kategóriájában győzött. Rajta kívül Scheffer Péter a negyedik, Gyulai Tamás 15., Hidasi Csaba pedig a 18. helyet szerezték meg. Adásmenetemben a következő, a második koktélkupa. És egy kicsit titokzatosnak tűnik a következő, a koktélkupáról a mi olvasatunkban történő beszámolót láthatják először. A második alkalommal kiírt koktélkupán a Tatai Televízió az A csoportba került. Az ellenfelük a rendőrség, amely pirosban játszott, és a Vaszari Tanárok együttese volt. A rendkívül ízléses kék-fehér mezben játszó tévések az első találkozójukon a rendőrökkel csaptak össze, akik pirosban szerepeltek ezen a napon. A Tatai Televízió csapatának szellemes megoldásai, nagy lövései, helyenként nyílcímű taps követte. A szünetben még 2-2 volt, de aztán a rendőrök valami agyafúrt módon 4-2-re győztek. A találkozó legszebb pillanatát láthatjuk, sportriporterünk sarkalásos csúlyponttát helyezése után természetesen gól következett, még a legrutinosabb rendőrök is zavarba jöttek. A Vaszari Tanárok elleni találkozójukon a tévések rögtön támadólag léptek fel. Oly gyorsan szerezték meg a vezetőgólt, hogy még az operatőr is lemaradt róla. A végeredmény, a végeredmény 5-1-re győztek a Vaszari Tanárai. A helyosztón az 5.-6. helyért az ellenfél, a kupa védője, a Cocktail Presszó csapata volt. Zöldben az ellenfél. Az egész évben rendkívül kemény edzéseket folytató, féldecin, fröccsön, sörön nevelkedett Cocktail Presszó csapata csak áldás küzdelemben hetesekkel tudta megverni a televíziósokat. A torna összbenyomása alapján azonban elmondhatjuk, hogy a Tatai Televízió együttese rendkívül szellemes játékával pontszerző helyen végzett. A kupát mellesleg a Comtel együttese szerezte meg, második helyen a Vaszari Tanárok, harmadik a rendőrség, negyedik a Cicero, és ötödik a Cocktail csapata lett. És még mielőtt a telefonvonalaink égni kezdenének, vagy megrohamoznák a stúdiónkat, ez volt egy eléggé szubjektív tájékoztatás, tudósítás a második koktélkupáról. Most következik majd az igazi, amelyből az összes információt is megnyerhetik. Előtte azonban, mivel jótékony célú rendezvényről volt szó, az SK Kis és Nagykereskedelmi Kft., a Bálint Pékség, a Comtel Kft., a Cicero Falukönyv, a Poker Play Kft., valamint a Cocktail Presszó járult hozzá ahhoz, hogy a második koktélkupa létrejöhessen. Az idei koktélkupán nem csak a férfiaknak, hanem a családoknak is nyújtottak szórakozást. A nap kora reggel kezdődött, mégpedig disznóöléssel. Sok tatai gyerek talán életében először látott ilyet. Aztán jöhetett a pörzsölés. Igaz, hogy itt volt a gáz is, de mellette szalmával pörzsölték a disznót. Utána hófehérre kellett mosni, majd jöhetett a darabolás. Itt már a gyerekeknek is ismerősnek tűnt egy-egy darab hús. Mi alatt a böllérek dolgoztak, a kicsik már a tornateremben játszottak. Kőhalmi Zoltán és társai 14 féle ügyességi játéknak teremtettek helyszínt. Néha azért jól jött anyu vagy apu segítsége. Gyorsan eltelt a délelőtt, de félszemmel már mindenki a délutáni foci torna felé kacsintott. Ez egy koktélkupa elnevezésű torna, amelyet tavaly kezdtünk el
próbaképpen, négy csapat részvételével, és csak kimondottan a labdarúgásra koncentráltuk. Nagy sikerrel volt tekintettel, úgy gondoltuk, hogy idén újból megrendezzük, kibővített formában, most már 6 csapat van, és családi részvétellel. A szervezők az együtteseket 2-3-as csoportba osztották. Az A-ba került a piros mezes rendőrség, a kék-fehér mezes tacos futballistákkal megerősített Vasari tanárok csapata, és a szervezők ugyancsak az A csoportba osztották be a kékmezt viselő Tatai Televízió együttesét is. Pillancsunk bele a Tatai Televízió és a rendőrök mérkőzésébe, amelyen a kék-fehér mezben játszó tévésektől Nagy Pál Ákos szerezett egy olyan gólt, amelyre a rendőrök kapusa bizonyára lázálmában sem gondol. Nézzük csak meg lassítva! Ennek ellenére a rendőrök győztek 4-2 arányban. A csoport első találkozóján a Vasari tanárok ugyanilyen arányban lépték le a rendőröket, tehát ők szerezték meg a csoportban az első helyet. A B csoportban az első a Komptel együttese lett, amelyben régi oroszlányi labdarúgók játszottak. Ők láthatók piros-fekete mezben. A Cicero csapatában ismerős arcok rúgták a bőrt, régi tacos labdarúgók. A Koktélpresszó zöld mezes együttese a védő, ugyanis ők nyerték tavaly a vándorserleget. Idén nehezebb dolguk volt, csak a B csoport harmadik helyét tudták megszerezni. Következtek a helyosztók. Először a Tatai Televízió a Koktéllal csapott össze. Hiába volt a tévések nagyobb finesze, a végén, ha csak hetesekkel is, a Koktél csapata bizonyult jobbnak. A harmadik helyért a rendőrök gigászi küzdelemben csak hetesekkel tudtak győzni a Cicero ellen. Jöhetett a torna döntője. Piros-fekete mezben a Komptel együttese. Velük szemben, kék-fehérben a Vasari tanárok. De milyen tanárok? Szép megoldás, magas színvonal jellemezte a játékot, de a nagyobb játékerő győzedelmeskedett. Nem véletlenül, hiszen a Komptelben rúgta a labdát többek között a régi NB1-es TBSC játékosa Sallói és Babai. Tanáruraknak meg kellett hajolniuk a nagyobb tudás elé. Az eredményhirdetésen aztán mindenkinek jutott valamilyen díj. A szervezők és a résztvevők nemes felajánlása, hogy a 30 000 forint értékű nevezési díjat a Vasari iskola legjobban rászoruló diákjának ajánlották. Mire az eredményhirdetés befejeződött, elkészült a vacsora is. Természetesen a reggel elesett disznóból. A fehér asztal melletti beszélgetésekből az derült ki, hogy az önbizalom alapján ezen a napon legalább 6 első helyzetet kellett. Ez volt a második olvasatunk a második Koktél kupáról. Tataváros önkormányzati hivatala azzal a kéréssel fordul a tatai klubokhoz, hogy január 15-ig szíveskedjenek megküldeni az Egyesület, illetve a szakosztály 98. évi eredményeit, amelyben a diákolimpiai országos első és harmadik helyezettek, tehát 1-től 3. helyezettek, a felnőtt országos sportolók szintén 1-től 3. helyezettek, és a nemzetközi, tehát európai és világbajnoki 1-3 helyezettek, azt hiszem ebből nem sok van. Az adatoknál az eredmények mellett kérik feltüntetni az edzők nevét is, és amiért az oka, 1999. februárjában szeretnék megjutalmazni a tatai sportolókat, ezért az adatok beküldési határideje postafordulatával, de legkésőbb január 15-ével. Reméljük, hogy erről természetesen szokásunk szerint ismét beszámolhatunk. Régi szokásunk az is, hogy minden év elején mérleget készítünk az előző évről, méghozzá sport szempontjából. Most következik a mérlegünk első fele, 1998 sportjáról, tatai sportjáról, a Tatai Televízió szemszögéből. Az elmúlt év első atlétikai híréről áprilisban számoltunk be, amikor az ötvös diákjai jelentős fegyvertényt hajtottak végre, és megnyerték a mezei futó diákolimpiát, melyet a lettországi világbajnokságon való részvétel követett. Júliusban ismét az edzőtábor adott otthont a veterán atléták országos bajnokságának. Ezen szép számmal indultak tataiak is. A nőknél Lutringné Magyar Emőke, míg a férfiaknál Oravec István neve kívánkozik az érre.
hát az 5000 méter elég nehéz volt ahhoz képest, hogy nem edzettem, viszonylag jól ment. Nagy volt a meleg, erős volt a mezőny, és elég sokan voltunk, úgyhogy volt húzóerő is, meg általában az ember mindig elindul és hajt, amikor egyszer versenyre készül, és versenyen elindul. Az idő az rosszabb volt, mint amit vártam, ezt a melegnek, meg a kevés edzésnek tudom be, de úgy érzem, hogy mindent megtettem azért, hogy ilyen eredmény szülessen, és kihajtottam magam. Számomra mindig ez a cél, és az órát legyőzni, nem az ellenfelet, hanem az órát. Az ECG által is támogatott magyar atlétikai veterán bajnokság, mint a számok is mutatják, ennek már hagyományai vannak. Hát most kerül megrendelés a 15. alkalommal, és úgy tűnik, hogy a utóbbi években egyik legnagyobb tömegeket tudunk megmozdítani. Ez hozzájárul az időjárás, és hozzájárul az, hogy ez a veterán mozgalom úgy tűnik lassan bár, de terjed országosan is. Ez a terjedés az jelentős köze van annak, hogy világszerte, különösen nyugati országokban, ez nagyon népszerű, és az egészség megóvása, a fitség, a betegségek megelőzése szempontjából jelentős prevenciós szerepe van. Szeretnénk, ha Magyarországon is minél szélesebb körbe elterjedni, és minél többen fölismernék ennek a jelentőségét. Egy héttel később a helyszín még mindig a tatai edzőtábor, az időpont még mindig július, az esemény pedig harmadik dobó veterán világkupa, amely ezúttal idén először világbajnokságnak is számított. Dobó 5 próbában, Gerely 3 próbában, antik diszkoszvetésben, sokorámában, nehéz és nyeles súlyvetésben, valamint sotorámában és történelmi kővetésben mérték össze erejüket. A tatai Nagy Szilveszter a rendkívül erős nemzetközi mezőnyben is jól szerepelt, és 2. helyet is szerzett. A dobó világkupa adott lehetőséget egy első ízben megrendezett ugrógálára is. Ezen részt vettek az Európa-bajnokságra készülő magyar atléták, valamint a fiatal rúdugró palánták is. A szervezőbizottság elnöke, Szőlősi Miklós elmondta, hogy a salgótarjáni mintára szeretnék a tatai ugrógálát is fölfejleszteni, és a későbbiekben esetleg Tata főterén vagy Tata bányán megrendezni. Örvendetesen sokan voltak a diákoknak megrendezett Tataváros mezei futóbajnokságán. Mekkorát dobban ilyenkor egy testnevelő szíve, amikor ennyi gyerek jelentkezik egy versenyre? Hát nagyot. Ez mindenképpen kellemes meglepetés, hogy ilyen sokan elfogadták a meghívásunkat. És hát reméljük, hogy hagyományt tudunk ebből a versenyből teremteni, mert régen, 5-6 évvel ezelőtt, még én is, amikor futó voltam, ilyen diákfutó, nagyon emlékszem, hogy milyen sokan voltunk. Milyen feladat hárul ezekre a gyerekekre a verseny közben? Lehet látni, aki élhal csak, hogy bejusson a célba, még a 60. vagy 70. is akkor is. Te hogyan látod ezeket a gyerekeket? Én úgy látom, hogy még az is nagyon fontos, hogy 60-70. Helyezettek legyenek, mert olyan kedvet kapnak szerintem a futáshoz, a sportoláshoz, nem biztos, hogy a futáshoz, de úgy általában a sportoláshoz, ami elindíthatja őket a sportos életmód útján. 9. alkalommal vágtak neki a Bécs-Budapest szupermaraton résztvevői az 5 napos, összesen 353 kilométeres távnak, melynek 3. napi célja ezúttal is a tatai edzőtábor volt. Aztán az 5. nap végén a hősök terére befutva, a mieink közül a 3 tatai lánnyal felálló Europlus csapata az abszolút női versenyben a 4. helyen végzett, míg a férfiaknál a jó erőkből álló MAV Fix volánhűtő ATM End OMS csapat az összesített verseny 15. helyét foglalta el a 107 együttes közül. Városunk autósportjában a Speedy Motorsport versenyzői játsszák a vezető szerepet. A szívfivérek a korábbi években a Rally Crossban vitézkedtek, és több országos bajnoki érmet is értek el. Idén gondoltak egy nagyot, és átnyergeltek a rallyra. Szíj Csaba már áprilisban elindult az Esztergom rallyn, méghozzá az első osztályban, Bogdolával az oldalán. Tulajdonképpen még most sem tudjuk, hogy mi baja lett az autónak. A motor egyszer csak megállt, elkezdtek világítani a piros kijelzők az autóba, nem tudtuk újraindítani az autót, és megszorult a motor. Még valami nem tudjuk, megszorult. Nem tudjuk, hogy mi van. Nem buktatok vele. Nem, simán egy kanyarból kifordultunk, gyorsítottunk, és volna, és pár méter után, kanyar után megállt a motor.
A másik szívfiú, Zsolt, Lepsényivel az oldalán a másodosztályban versenyzett, nem is akárhogyan, hiszen az első 10-be is bejutottak. A benfentesek szerint azonban a két szívfiú legnagyobb tavalyi alakítása a decemberben a tatai edzőtáborban megrendezett rallycross díjkiosztó volt. A duatlon ízig-vérig tatai sporták, hiszen a benfentesek szerint 10 évvel ezelőtt itt találták ki, amikor is egy triatlon versenyen nagyon hűvösnek érezték a résztvevők az öreg tó vizét, ezért csak kerékpárban és futásban vetélkedtek. A Vasért Linár Team duatlonistái az utóbbi időben jobbára csak híreinkben szerepelnek, pedig amúgy ők is a legjobbak közé tartoznak, ám a versenyek javarészét más városokban rendezik. A lányoknál Lénárd Johanna és Herceg Judit jeleskedett, míg a junior férfiaknál többen is akadtak, sőt, ketten eljutottak egészen a válogatottságig is. Farkas Otto és Róth Balázs Lengyelországban képviselhette a magyar színeket. Ők ketten és Takács Balázs ezüstérmet szereztek Kecskeméten az országos junior csapatbajnokságon is. Még mindig duatlon, de már október. Debrecenben rendezték meg a Diák Olimpia országos döntőjét, melyen az Eötvös József gimnázium csapata Bakonyi Fruzsina és Herceg Judit összetételben a 4-es leány korcsoportban aranyérmet szereztek. Egyéniben a 4-es korcsoportban Bakonyi Fruzsina 8. lett, csak úgy, mint a Bláthy Ottó szakmunkásképző tanulója Farkas Otto. A Tata Tóvárosi Vízisport Egylet legnagyobb hazai versenyének a Vízzene Virág Fesztivál egyik csúcspontjának számító tatai regatta volt. A lányok küzdelmében a 13 éveseknél a mini kategóriában Beke Szilvia Tatáról futamgyőzelmet aratott az 5 induló között. A 12 éveseknél ugyanebben a kategóriában Sashegyi Orsolya ezüstérmet szerzett. Az esküvői menetben érdekes látványt nyújtott a családoknak rendezett kormányos kettes evezősök tókerülő versenye. Csongrádról egy 50 fős delegáció érkezett, ők már tavaly is itt voltak, fele ekkora létszámmal. Anyukák, apukák, nagymamák, mindenki elkísérte a gyerekeket, és hát ez egy háromnapos sátortáborozást is jelent itt Tatán. A szervezők nagy örömére. A résztvevők több mint fele nem sietett haza, hanem itt maradt még szombat estére is, és részt vett azon a csodálatos hangulatú vízikarneválon, felvonuláson, amelyben több tízezren gyönyörködtek vízről, spartról egyaránt. Az evezősöknél pedig az utánpótlás egyik legnagyobb viadalává nőtte ki magát, a tatai regatta. A fallabda szerelmesei eddig is hódolhattak szenvedélyüknek Tatán, ám az új létesítményben még jobb körülmények között űzhetik kedvenc sportjukat. 4 éve működik maga az egyesület, és a régi csarnoknyitás, akkor mi már elkezdtünk ide járni. Gyakorlatilag ez az időszak, amelyet kinőtte önmagát, a kicsi egyesület. Most 8-10 évesen a sportoló tagunk van az egyesületen belül, és versenyszerűen a magyar bajnokság második osztályában játszunk. És valóban a mostani csarnok, ez már egy minden magyar igényt kielégítő pályának felel meg, akár országos versenyeket is lehet rendezni. Hidroplán országos bajnokságot rendeztek a nyáron Tatán. Ezzel a rendkívül látványos technikai sporttal sajnos csak keveset találkozunk, pedig az adottságunk igazán megvan hozzá. A judó városunk egyik húzó sportjának számít évek óta. Tavasszal 4-en is a Honvéd kupán rendkívül jó eredményt értek el. Esősi Ákos és Szeles Viktor minden egyes mérkőzését ipponnal nyerte. A lányok közül pedig Bors Gabriella és Pecnyik Renáta szerepelt rendkívül jól. A TAC judó szakosztályánál folyó nevelőmunka elismerését jelzi az a tény is, hogy több versenyzőnket meghívtak a különböző válogatott keretekbe is. Bors Gabriella, Esősi Ákos és Szeles Viktor ott lehetett a legjobbak között. Hallgassuk róluk a szövetségi kapitány véleményét. Két roppant tehetséges versenyzőről van szó. Itt az Ákosnak volt egy lépés hátránya, ő nem tudott kikerülni az Európa-bajnokságra, mert pontszerző helyen tudott megállni. Hát az okai tulajdonképpen itt a továbbtanulás és a főiskola, ez egy kicsit, hogy szokták mondani, megzavarta a felkészülését, de bízom benne, hogy jövőre odaért.
Úgyhogy a Szeles Viktor viszont egy fantasztikus képességekkel rendelkező versenyzőnek az első fél évben a sorkatonai szolgálatra vartam a felkészülését, de olyan fordulatot tudott tenni, mind a világbajnokságra, mint meg az Európa bajnokságra tudott érni. Most szeretnénk azt, hogy ne csak odaérjen, hanem az Európa bajnokságon pontszerző helyen vagy éremszerző helyen végezzen. Adottsága megvan hozzá, felkészültsége az szintén adott, úgyhogy bízunk benne a jó szereplésébe. Hangsúlyozom, a két roppant tehetséges utánpótláskor versenyzőről van szó. Évek óta csendben, de a jelek szerint eredményesen dolgozik a Vasari sportcsarnokban a Kyokushin karate csoport, amelynek idén megjött az első bajnoki érme is. Utolsó bajnokságon, ami a magyar bajnokság volt, utánpótlás magyar bajnokság, ott egy elég szép helyezést értünk el. Egyik karatékánk harmadik helyet szerezte meg, sejedülő Kümite középsúlyban. Jövőre megint megpróbálkozok, ez a magyar bajnoksága, és most már nem dobogó lesz a cél, hanem most már az első, második hely. Városunk egykori sikersportágában mostanában inkább az utánpótlás jeleskedik. Az a szűk kis csapat, akik végig dolgozták a telet és keményen küzdöttek, azoknak az év elejé eredményei, a Gyümessy Gergő második lett ezen a versenyen, mutatja a téli munkáját. Aztán következett az év talán legnagyobb versenye, a Velencén megrendezett Diák Olimpia, ahol a teljes magyar utánpótlás élmezőny rajtozált 60 egyesületből. A mieinknél a legjobban a kajak négyes szerepelt. Gyümessy Gergő, Winkler Máté, Maklári Dávid és Cina Zoltán második helyet szerzett. A kölyök négyes, Móricz Gábor, Gyimesi István, Csonka József és Majoros Péter összeállításban 500-on és 700-on nyertek egy ötödik és egy hetedik helyet. Ezután következett a vidékbajnokság. A kölyök fiú négyes 2000 méteren ezüstérmet szerzett. A leány kettes, Szakszon Ágota és Izsó Tímea kajak 500-on ötödikek lettek. A Diák Olimpián ezüstérmet szerzett, gyermek négyes pedig ezúttal a harmadik helyet szerezte meg. És itt a vidékbajnokságon jó szerepelt a felnőtt férfi kajak négyesünk is. Hál' Istennek, most már kezdünk népszerűek lenni. Ebben az évben már eredményeink is voltak, talán bejött a több éves kitartó munka, az, hogy nem hagytuk magunkat, hogy mégis tönkre menjünk. Talán ez a sportágnak a nagysága is az egész országban. A következő sportág a porferhő lovagoké. Náluk elsősorban a tataiak közül a Vasért Lénártin versenyzői kívánkoznak az érre. Kár, hogy a versenyek többnyire az ország másik szegletében zajlanak, így keveset láthatunk belőlük, legfeljebb néha edzésen villan fel egyikük másikuk. Ez lehet a magyarázata arra, hogy a beszámolónk alatt még az idén nyitó képeit láthatják, amely Tahitót falunk készültek. Ám az év végére kiderült, hogy Lénárd Johanna és Herceg Judit a Magyar Kerékpáros Amatőrkupa versenysorozatának korosztályos győztesei lettek, és ezzel országos bajnoki címet is nyertek. A Kis László nevével fémjelzett kungfu csapat, amely az újúti iskolában edz, elérkezett oda, hogy már az eredmények is jelentkeznek. Az év derekán, az amatőr országos bajnokságon két bronzérmet szereztek. A csapat vezetője ráadásul válogatott versenyző is. Az év végén rendezték meg Kerepesen, az Eden Parkban azt a versenyt, amelyen a hazai Robert Lyons tanításait követő iskolák versenyzői vettek részt. Itt a tataiak 6 első helyet szereztek. A full kontakt kategóriában győzött Olá Artúr, Garami Gábor, Harangozó Krisztián, Vég Zsolt, Takács László és Pokker László is. Büszke lehet rájuk, tanítójuk Kis László. Ez volt tehát 98 sport összefoglalójának első része, és még mielőtt valaki szólna, a kézilabda természetesen továbbra is a K betűnél tart, mivel észrevették, hogy alfabetikus sorrendben következtek a sportágok, többé-kevésbé, de majd a labdajátékok címszó alatt a jövő heti adásunkban sorra kerülő második részben láthatják a kéziseket. Ismét egy felhívás,
Az önkormányzati hivatal kéri a sportvezetőket, hogy január 15-éig küldjék be azokat a 1999-es tervezett tatai rendezvényeiket, hogy bekerüljenek azok az éves kulturális és sport esemény naptárba. Az önkormányzat azért tájékoztatásul közli velünk és önökkel is, hogy a fő rendezvényei közé a 46. és 47. tófutás május 16-án, illetve szeptember 19-én, és a 16. tatai minimaraton tartozik augusztus 7-én. Ezen kívül a Tata Szőgyéni Sportnap májusban kerül megrendezésre, tehát ezek a főbb önkormányzati szervezésű sportrendezvények is várják a tatai sport egyesületektől és az egyéb rendezőktől a programok időpontjait. Aki ezt el kell juttatni, Horváth Zoltán, sportreferens az önkormányzati hivatalban. Eddig tartottak a sporthíreink mára, adásunkat holnap 9 és 17 órakor ismételjük meg. Jövő héten pedig természetesen találkozunk újra a Tatai Televízió sportműsorában. A viszontlátásra!